Mi van? Jaj, várjátok. Tittike, mennyi arrébb? Mennyi arrébb? Majd utána kiengedlek. Mennyi arrébb? Menj már arrébb a lábaddal! Menj már arrébb! Mennyi arrébb? Titti? Hát nem hiszem el. Elterik a lábad, ha ilyen közel jössz. Nem mész ki. Menjél be. Menjél be, Dagi. Hát nem, komolyan mondom. Úgy kell arrébb. Na csodás, ahogy kinézett a cipőm most. Na. Nem mentek most ki. Nem mentek ki. Sáros lett a cipőm, vagy szaros. Mi van, Totó? De jó. Sziasztok, sziasztok! Szia, Csicsoszki! Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Szia, Zsuzsika! Most ide bejöttem a kishattyúkhoz, egy kicsit gondoltam, bejelentkezek hozzátok, gyerekek, hogy megnézzétek, hogy mi a pálya. Na, itt vannak a selyem kis csibék, nem tudom, emlékeztek-e rájuk, hogy ezek otthon laktak nálam a lakásban, amikor picikék voltak, megszülettek. Képzeljétek el, így megnőttek. Nézzétek, milyen nagyok lettek. Hellóka, Sziszka, szia, de nagyok. Szia, Zoli, szia, Timi. Igen, hát így megnőttek, gyerekek, kis vakarékok. Szia, baba. Tehát nagyon szépek lettek. És ugye mondtam is annó, hogy majd ugye nem tudom majd mi lesz a sorsuk. Hát nem fogom őket eladni, mert annyira cukkerek egyébként, hogy nincs is szívem eladni őket. Úgyhogy igen, köszi baba, jól vagyunk. Csak most bejöttem a Totójékhoz, mert már könyörög a Totó, hogy engedjem ki. Na itt vannak, nézzétek. De még nem engedtem. Nagyon szépek, köszi. Ők a kicsikék, akik, igen, igen. Nagy betűvel írjatok. Gyerekek, kövessétek be az oldalam. Nagyok már, igen, Zoli. Hát gyorsan nőnek a csibék. Úgyhogy... Szia, Petrus, szia. Úgyhogy ilyen szépre megnőttek. A gyerekek, kövessétek be az oldalam, legyünk minél többen. Azt nagyon szépen megköszönném nektek. És írjatok nagy betűvel, gyerekek, mert alig látom, amit írtok kicsivel. Szia. Nincsenek már eladók, Zsuzsanna. Ezeket nem akarom eladni, ezek nálam nevelkedtek a lakásba, és ugye a szívemhez nőttek, és még most is nagyon cukikák. Te mit szeretnéd? Mi van? Gyönyörűm. Hát szerbusz. Jön, igen, a kis csámpás dozzi meg, hát az is mindjárt kimászik a vízből, nagy neze. De nézzétek, milyen ganék ilyenkor, hogy tudják magukat, hogy tudnak hízelegni, nézd a! Hogy tudnak hízelegni, de csak azért, de csak addig ilyenek, megfordítom a kamerát, csak addig ilyenek ám, gyerekek, amíg elérik a céljukat. Utána már nem. Utána már nincs hízelgés. Gyere ide, Titti! Nem. Utána már nincs hízelgés. Gyere ide, Titti! Bocsánat, csak hívtak telefonon, úgyhogy most leállítottam. Gyere ide, drágám! Hát szervusz! Hát ki szereti a gazdit? Hát ki szereti a gazdikát? Hát szia! Vesz a kamera! Most meglátja mindenki, addig tudsz hízelegni, amíg el nem éred a célodat. Bezolj! Bezolj! Hát szervusz, drágám! Hát mi újság van, ha? Mi újság van? Tittike elment, csíp egy pár falatot, mert úgy érzi, hogy a valaga most valamennyire lefogyott, de már jön a dömdödöm. Gyere ide, csámpás Rozália! Hát szervusz! Belegyalogolsz a kamerába.
Hát szia! Figyeljétek, hogy mindjárt bújik ide hozzám. Hát ide ért a csámpás Rozi is. Hát bizony, ide ért a csámpika is. Bizony, ide, te is ide jöttél. Hogy tudtok hízelegni, de csak azért, hogy a célotokat elérjétek. Rozinante, gyere ide! Rozika! Ó, de jó, te meg itt le spriccezled a vízzel az egész fejemet. Szia, gyönyörűm! Hát szervusz! Hát mit szeretné? A csámpás Rozi meg menne ki. Mert fölidegesítetted, igaz? Mert fölidegesítetted. Papírokat fölvitted már? Még nem. Csak most lájozok, majd mindjárt fölviszem. Hát szia! Hát mi újság van? Gyönyörű szégem. Jó van, mindjárt kiengedlek. Várjál már egy picikét. Bezony, mit szeretné mondani? Titike, te? Te mibe sántikálsz? Te mibe sántikálsz? Egy szia életkém, egy szia! Hát mi újság van? Hát nem mész most ki. Tudom, hogy arra fáj a szíved, hogy kimenni. Kimenni legelni, ugye? Igen, Totó hívogat téged, hogy menjél ki. Totó, nem kell itt hergelni a titikét. Jó, mert már nézelődő kifele, hogy menj a gazba. Ki akarsz menni a gazozba, igaz? Ki akartok menni a gazba? Hát most nem mentek ki. Mert így azt csinálok addig veletek, amit akarok. Bizony, addig azt csinálok veletek, amit akarok. Ne hízelegjél! Nem, mert erre elmész. Mindig külön utakon jársz. Nem, biztos, hogy nem. Totika, Talamancsa. Te meg vagy a búsképű lovag. Igen, fia. Na mennyi arra? Ne sipákolj már. Jaj, ez a csámpás lába itt. Eskü gyerekek olyan, mint egy úthenger. Mert így befele áll neki egy kicsit a tappancsa, mert ugye úgy áll stabilan, mert olyan dagadt. De mi van? Mit akarsz nekem mondani? Hát mit akarsz nekem mondani? Jaj, Istenem, hát nagyon... Jaj, hát nagyon életke vagy. Hát hízelegsz a gazdinak, igaz? Hízelegsz a gazdinak. Ne hízelegjél nekem. Nem érdekel! Nem! Mi van? Mit szeretném mondani? A titike meg már letapossa a kerítésnek a zajját. Dagat! Figyú már! Te mit akarsz arra kint? Lögdösi az ajtót. Ki akar menni? Bezony! Ki akar menni? Menjetek fürdeni a titkivel. Nem! Jaj, Istenem! Valamitől megijedtek a pálák meg a fácsának. Csak nem tudom mitől. Na? Leadták a vészjelet. Szerintem valami ragadozó madarat észrevettek. Mi az, Totóka? Meg kell kicsit juttatni őket. Meg ilyet mindenki betolt. Jajaj! Mi van? Mit hápogtok? Nagy a balhé mindenütt. Mit éljek meg mindenki, nem tudod? Na? Valami nagy balhé van. Megfordítom gyerekek a kamerát. Na itt van a titike, ott ül, beleolvad a környezetbe. Itt meg a Totóka. Lemegyek gyerekek a Luluhoz, és majd visszafele kiengedem őket ezeket is legelni, már mind a Totójékat. Most eddig nem láttam gyerekek, hogy mit írtatok kommentbe, de bízom benne, hogy válaszoltak nektek a moderátoraim. Kövessétek be az oldalamat, legyünk minél többen. Na, ezek mitől kaptak frászt? Ha, valamit látnak ott bent, szerintem. Valamikor a ragadozó madár becsap,
de ugye nem tud a háló alá bejönni, annyi, hogy elrepül fölöttük, és akkor ezáltal föl is idegesítjük egymást, úgyhogy de mindjárt meglessem, hogy mitől ijedhettek meg, vagy az, hogy kerítésen kívül láttak egy macskát, vagy valami ilyesmit. Mondjuk nálunk még az sincs ám egyébként, gyerekek, hogy itt nálunk még napközben még rókák is vannak. Itt vannak a fácánok. Van, aki azt hitte, hogy van gólya? Hát nincs gólyánk. Azok igen, ezek koronás daruk, gyerekek, koronás daruk. Na gyertek, lemegyünk a Lulukához. Leviszlek benneteket. És utána majd még kiengedem a Totót meg a Tittit legelni, mert már hisztiznek. Mert már hisztiznek nagyon. Hát képzeljétek el, úgy tűnik, hogy a pici hattyú egy fokkal jobban van, ami ugye eddig betegeskedett. Ott egy eszik a ház alatt. És képzeljétek el, hogy kezd javulni, hála Istennek a gyors kezelés. Bízok benne, hogy meg is marad. Úgyhogy remélem, hogy nem lesz balhé, baj, nem pusztul el. Hát hercegnőm! Hát életkém! Hát szerbusz Biola rózacsokrom! Hát mit újsz, mi újszág van erre fele? Szia vízipók! Mindjárt. Hát mi van? Hát szerbusz gyönyörűm! Mit sértődősködsz? Ha? Meg vagy sértődve? Mi a bajod? Mi a bajod? Gyere, Lulu, nézzük meg, mi van arra lenn. Gyere, Lulubel. Gyere. Gyere, mutasd meg nekem, ki bántott. Na, gyerekek, ugye itt tótakarítás volt. Most már szépen föltelik a tavunk. Nem sokára, mai napon tele is lesz. Úgyhogy nagyon élvezik a madarak ezt a szépséges, kristálytiszta vizet. Ugye ezt 3 hetente mi a teljes tótakarítást. Szia! Hát mi van, aranyom? Hát ki itt a gazdinak a... Lulu! Gyere már ide! Gyere, hadd szeresselek meg! Gyere ide, macskoszkám! Gyere ide! Gyere ide, életem! Szereted a gazdit? Ha, Lulu? Ne fenyegesd őket! Szia, Judit! Hát szervusz! Hát köszönjél itt a nézőknek! Luluka, hogy szokták köszönni? Lulubel! Ne, hallod? Azok belecsimpaszkodnak a valagadba. Azok nem hagyják magukat. Arra vigyázz! Igen. Igen, Tümi. Köszönni ki fog, hercegnőm. Mi a bajod? Hát még a nagy libákat is, gyerekek. Ilyenkor mindig erőre kap, mikor én megjövök. Ilyenkor úgy érzi, hogy ki van combosodva, mint a mocsári szúnyog. Gyere ide! Gyere ide! Gyere, Lulubel! Gyere, Lulu! Szerbusz, Évike! Jó napot kívánok! Mi a munka? Látom, nagyon szaggatod itt a munkát. Úgy vagy benne a videóban, hogy az arcod nincs benne, mert ezt nem szabad. Csak így deréktől lefele mutatom a habtested. Úgyhogy mit szeretnétek, mit mutassak a kamerán? Évi cicát, ahogy éppen nagyon szaggatja az istrángot és nagyon dolgozik. Vagy inkább a Lulut szeretnétek nézni, melyik érdekesebb? Hercegnőm, hát szerbusz, köszönjél már a nézőknek! Oh, nem is. Agresszív, mint te főnök. Én ilyen agresszív vagyok? Igen. Nem mondod. De. Mi kamuzó? Lulubel, köszönni? Ki köszön? Júj, na arra emberedre találsz! Júj, vissza is tolatott! Szia, Ancsi! Vissza is tolatott! Mennyi? Támad meg azt a kanadait. Azt nem meri, fosik a valaga. Hercegnőm, gyere ide! Köszönj a nézőknek! Mindig sonfordál valaki irányába. Azon dolgozik, hogy kibe tudna belekötni. Te talál is magának mindig. De jó van, mert tudjátok, gyerekek, így az a helyzet, hogy mozgásba tartja a madarakat. Mi van, életkém?
Hát ki szereti a gazdit? Üljél le! Úgy, simizlek. Nagyon ügyes vagy. Lulu! Az anyád Gani minden segít. Igen, gyerekek, nyomjátok a lájkokat és osszátok meg a live-omat. Azt nagyon szépen megköszönöm. Életkém, mi újság van? Hercegnőm, mit szeretni? Eligazítom itt a szárnyacskádat. Jaj, nagyon csili-vili vagy. Féltékeny, az bizony. Köszönöm szépen, vízipók, a megosztást. Beszéljél szépen a nézőknek. Hogy kell köszönni? Hercegnő, hogy kell köszönni? Hogy kell köszönni? Úgy bizony. Köszönj gyorsan ennek. Mint, nézd meg, téged néz mindenki. Hogy szokták köszönni? Ha? Életem, köszönjél már. Nem, inkább elmény genyókodni. Miért mindig nagyon szép. Köszi Petrus a szíveckét. Jó. Köszi. Na, mi újság van itt? Szia Niki, szia Manó, sziasztok! Köszönöm szépen a szívecskét, a lájkokat és a megosztásokat. Szép napod nektek, Gábor, gyönyörűek vagytok Szegedről. Szia Ibolya, szia! Mi van életem? Megjöttél? Mit szeretnél? Gyere ide! Egyébként az a baja, megmondom gyerekek, a legnagyobb baja az most az, hogy napok óta nem engedtem előre a Totójékhoz. És ezt ő nagyon rossz néven veszi, ezért ő ilyen haragos most, de hát engem nem érdekel. Tehát az a baj, hogy a Titikét állandóan üldözi, és szegény kis hattyú meg nem győz menekülni. Nem mondod, hogy a nagy fekete hattyúnak is neki mész, Lulu? Neki mész? Mit szeretné? Jól beindította a rakétagyújtókat. Lulu! Gyere ide! Hú, de bírnám valakit, ő kapná valami kókányt a fejedre. És nézzétek meg, mind aki jó végezte dolgát, letusol. Nagyon mocskos egy jószág. Tele van rossz indulatta, gyerek, nem is tudom, esküszöm. Ez a Lulu Évike olyan rossz indulatú, mint te vagy. De, olyan mocskos, mint te vagy. Évike nagyon dolgozik, gyerekek, mégis mutatom. Látjátok? Így nagyon... Hát, de milyen dolog az, hogy a feleségedet nem mutatod már, na? Milyen feleségemet? Hagyjál már! Na, ilyen feleségem hát, lenne, ott lógnál fönn az egyik ágon. Oh. Nem madárijesztőnek. Lulu, csimeg! Kapd el az Évát, nem mocskoskodik? Gyere, csimeg meg itt a... Szaros cipőit? Gyere! Lulu! Itt van, csibd meg! Gyere! Gyere, Lulu! Ne a kacsákat! Itt te! Az Évát! Kapd el! Meg ne szakadjon, Évi, azt mondják, nem gyerekek. Stabil lábakon ül. Látjátok, vasból van a szék. Tehát tudja, bírja az Évi cicát. Ezt a... Ki bír, Évikém? Jó van. És akkor kihasználom a jó időt. Kihasználod? Igen. Hát egész nyáron jó idő volt. Azért azt tudjuk, hogy egész nyáron kihasználtad a jó időt. De akkor befeketetted. Befeketetté. Azért, mert egész nyáron másod csinálta, csak dolgoztatták. Én téged igen, dolgoztattalak. Azért, igen. És a talpad is fekete? Az nem. Nuncus, minden fekete? Nem. Ne idegeljé fő. Azért, mert dolgoztattalak. Hát igen. Évike munkahelyen szoktak dolgozni. De bizony. Most kivételesen nem dolgozok. Kell lenni ilyen napnak is. Azt írják, hogy nagyon szexik a lábaid. Nézzétek meg. Olyan, mint egy kirántott izé. Csirkecomb. De jó. Ugye? Ilyen kecses, mint az őzé. Hát biztos, hogy nem csontokat nem fogdoznak rajtam. Na. Csontokat? Azt valóban hát nem. Hát nem, na látod. De akkor mi van ott, ha nem csontok? Hát ez husika. Husika? Nálunk ezt úgy hívják, hogy zsírocska. Nálad, igen. Azt írják, igen, hogy izé, jó, igen. Finom, húsos. Na, ennyi. Gyerekek, itt kezdődik a husi? Itt. És akkor hun végződik a zsírocska?
Mondd ezt, én vagyok a Dagi. Itt írja neked az Ákos, hogy nyami, bele itt harapna. Ennyi? Azt a mindenit. Husika, bab meg. Kemény főnök vagy, ugye gyerekek? Nagy betűvel írjatok, így van. Azt mondták, hogy micsoda, húskombinát. Azt mondták, hogy olyan vagy, Évike, mint a fasírt. De látod, erre mondják azt, hogy rossz indulatú. Hallod, azt írják, hogy fasírt. Olyan vagy, mint a fasírt. A húsos. Tökre jó indulatúak vannak ott azon a Facebookon, vagy hú vagy. Facebookon? Na. Nagyon, igen. Hova tűnt? Gyere ide, hercegnőm! Nem, az... én vagyok a hercegnőm. Te vagy a hercegnőm! Ó, te tudod, mi vagy a rabszolgám? Az lesz a beceneved, hogy Izaura. Emlékszel arra az Izaura filmre? Igen, én emlékszek rá. Hány éves vagy? 70? Az a... Hát az a nyugdíjkorhatár, mert az már én vagyok lassikán. De nem, te a... mert még anno az. De te a lányom lehetné. Hát igen, de hát... Hát anyád ugyanannyi idős, mint én. Igen. Aha. Na? Igen, igen. Hívjázz utána úgy, hogy pótapuka? Jó, de ő már 13 évesen szült. Nem mondod. Na, hogy 14. Miért nem volt náluk tévéadás? Totó nem féltékként itt, de egyébként az... Szia, Böbe! Luluka elment a túloldalra, nem? Vagy Humba? Ja, ott van-e. Gyere, hercegnőm, gyere! Egyébként meg az arcom szép, meg a szemem is szép. Az arcod? Igen. Hát nem mutathatom, mert nem akarom, mert nem szabad. Jó. Úgyhogy nem tudlak megmutatni a nézőimnek. Jó. Mert csak ha beleegyezzel, akkor meg tudom mutatni a szép arcodat. Mondd meg a izémat, a Facebookomat, ott meg vagyok. Ez itt nem a reklám helye. Nehogy már követőim átmenjenek te hozzád, ne idegesítsél már. Nekem a libám se kutyát, se macskát nem engedi oda hozzám, ha kint vagyok. Igen, a liba is nagyon, tud vigyázni a párjára. Most akkor meg kell mutassalak, Évi, mert azt mondta a Zsuzsika, hogy mutassalak meg. Megmutathatlak? Igen. Na, várjál, nyálasz be a hajadat, igazítsd de. Csukd be a szát, hogy ne lássák a fogsorod. Na, Muti. Igazgasd el a cicidet, úgy, húzd ki jobbra, húzd ki balra. Na, mert letilt a TikTok. Na, igazítsd el a melyedet. Nézd, a így-e, Évike. Így, igazítsd el a melyedet. Feszítsd ki a melyedet. Hagyd lássad, tudod, mennyi fiú néző van? Nagyon sok van, benn van 70 fiú. Igen. Na, feszítsd ki a melyedet. Évike még eladó sorba van. És igen, még szűz, a Petőfi szobortú, meg tűnlem. Igaz? Jó mondom. Tehát, igen. És várja az olyan életre való férfiakat, akik tudnak dolgozni, hogy neki ne köljön. Jó mondom? Becsabé néven opszutok. Hallod? De jó mondtam? Olyan pasit kereső, aki tud dolgozni, hogy neked ne köljön. Igen, megfőzöl. Megfőzöl, meg este azért gyújtson be. És meleg legyen, mire az Évike hazaér, mert ha nem így lesz, ideges lesz. Na, figyelj, úgy hívják ezt, úgy hívják ezt az egyik nézőmet, hogy Végbél. Az a neve. Szia, Totó. Szia, Végbél. Vannak ilyen nevek. Na, életkém, mi lesz? Megyünk a Totóhoz? Ki jössz a Grundra? Ha? Titikém, nézzé itt, vagy nézzé, Lulukám, annyian vagytok. Ne verekedjé! Csak hajtja ők. Na. A nagy Lilik az nem játék. Bizony, még mondja is a Lilike. Látod? Ja, nem láttam Évikét. Na, akkor megmutatom nektek. Kicsit piros a fejecskéje, de azért, mert süt a nap. Jó mondom? Na, itt volt Évike. Na, gyerekek, kiviszlek titeket, mert a hercegnőm nagyon szeretne. Nézd csak ide, Lulukám. Kivegyünk? Nagy betűvel írjatok, így van, hogy jobban lássam. Azt írja, azt mondta Zsuzsika, szia Évi. Szia Zsuzsika. Jó. Na most akkor gyerekek, kiviszem a Lulukát, jó? Na már napok óta azért ilyen gerjedt,
mert nem volt kín a Tottónál, meg a Tittiné. Nézd csak, nézd, Luluka. Azt írta a Judit, hogy aranyos nagyon az Évike. Tedd ki Évit, hova? Toptáblának, olyan szép piros. Ja. Hú, valamit benyomtam véletlen, gyerekek. Azt írták, azt írta a Niki, szia Évi, ne hagyd magad. Hamarabb szabadul. Én nem hagyom magam. Lulukám, nézd meg mindenki. De én tönkretenni sem akarom magamat. Nézzétek Lulu, milyen cuki mindenki, pihen, alszik, látod? Amíg te be nem vonulsz a tömegbe. Luluka az nagyon szereti, hogyha a kacsák meg a libák mozgásban vannak. Azért sokszor szokott olyanokat csinálni, hogy úgy befut közéjük, zrínyi a várba, mert igazából nem nagyon tudja elviselni, mikor így egy liba alszik. Az a szerencsétlen ott pihent eddig, és a Luluka így jelezte neki, hogy kotródás van, taka van mindenkinek. Itt az ő birodalma, igen. Nem baj, ha szegény liba nem akar fürdeni, a lényeg, hogy a Lulu az elküldi be a vízbe, hogy fürödjön. Ja, nézzétek meg, itt pihegnek és lihegnek a libák. Imádom ezt a szaros Lulut. Igen. Nálad akadozik, Zoli? Nem tudom miért. Jó birka terelő lenne. Igen. Másnál is akadozik a live? Mert akkor, ha nem, akkor Zoli, akkor ki kell menni. Ez, gyere újra. Petrus nem. Niki is azt mondja, Zsuzsi is, hogy nem. Na, akkor csak nálad. Na gyere, Lulu, gyere. Gyere, megnézzük a Totót meg a Tittit. Jössz? Gyere. Gyere. Gyere, gyere. Mindjárt jövök, Évi. Gyere, Lulu, hol vagy? Gyere. Gyere. Gyere, drágám, erre még nem is voltunk. Erre szoktalak kivinni. Gyere most ezen a hídon át. Jössz, drágám, hogy ne jönne? Olyan, hova megyünk? Jaj, már kezd izéni. Hát mi van? Hát örülsz? Örülsz neki, hogy kiviszlek? Menjünk ki? Luluka, menjünk ki? Jössz velem? Na gyere. Jó, hogy? Na gyere. Gyere, hercegnőm, gyere, kinyitottam neked az ajtót. Spuri van. Na merre megyünk? Na mennyi akkor? Már szóba elvett, persze. Na hova megyünk? Na merre van a Totó? Ha? Merre van? Gyere. Gyere, hercegnőm, gyere. Jaj, Istenem, de szereted ezt, igaz? Mikor ki tudsz jönni onnan a sok hülye kacsa meg a liba közül. Neked ez az élet. Külön életed élsz. Nézd csak, itt jön a király kakasisám. Hú, már ott gerjeszted. Nézd csak, ott van a kakas. Az nagyon utál téged. Igen, csak a csavargás. Nézzétek meg ezt a hosszú farktollát ennek a csodálatos király kakasnak. Na, mit csinálsz te ott? Mit találtál? Júj, frizződet! Húha! Te hova mész? Nézd a király kakast! Belecsimpaszkodna a valagadba. Nézzétek meg, ennek a kakasnak több mint egy méter hosszú farkolla van. Nagyon csodálatos. Na gyertek ki, megyünk a Totókához, meg a Tittihez. De ez a mocskoska biztos bántani fogja. Hova mész? Merre van a Totó? Merre van a Totó? Na gyere! Na gyere, Lulu! Fel is vitte? Kiengedem a Totójékat, jó? Na gyere! Hol vannak a Lulujék? Vagy a Totójék? Szia, Toti! Jöttök? Hoztam a gyogyós barátotokat. Gyertek, Totó! Gyertek ide, elhoztam a fékegyelműt is ide. De gyertek, jöttök?
ha kiesik egy... Micsoda? Ja, igen? Hát nem fog. Majd jövő nyáron. Na gyertek, Titti, gyere! Gyere, gyere, gyere! Gyere, pufóka! Ja, Istenem, hát... Úgy kell kikönyörögnöm. Titti, gyere! Gyere, Toto! Menj innen! Gyere! Titti, gyere, mert buli van a kazáházba. Gyere! Ott ne maradj! Gyere, pufóka! Gyere! Ne visítsál, hanem haladjál! Szia, életkém! Igen, menjetek ki! Jön a lánctalpas is. Menjetek, menjetek legelni. Jaj, de siettek! Jaj, de siettek! Istenem! Megsértődött, mentem. Igen. Na? Na, menjetek! Sziszka lánctalpas. Hát én nem úgy megy, nézzétek meg. Úgy megy, mint egy lánctalpas. Csaggatni, hát hívtak telefonon. Úgyhogy itt is milyen nagyot nőtt. Igen, nagyot. Nagyon kemény a trió. Igen, így. Gyere, Lulu, gyere. Mennyi a tatójék ut- Jaj, Tittike, szedd a virgácsaidat. Hello, ajánle. Köszönöm szépen, Józsi, köszönöm. Na, hova mentek? Le az árnyékba? Na, menjetek. Lulu, te meg állítsjál magadon. Komolyan tekerek egyet a nyakadon, ha ezt csinálod. Nem, nincs nyugiban, mert nem is szereti egyébként a kis hattyút, a Tittit. Ilyen ellenségként, meg irigységként tekint rá. Szia, Szandi! Lulu most jó. De hogy viselkedik jó, majd mindjárt triumvirátus. Igen, igen, igen. Kint lesz a live YouTube-om. Bálint fölrakom, jó? Bár a múltkor itt is ígértem, és elfelejtettem. De mindig amikor az, amelyek annyi dolgom van, meg minden, hogy úgy kimennek ezek a dolgok a fejemből. Mi van, Tittikém? Legelsz? Na hát az Zoli, ha megígéri, hogy kin lesz, akkor biztos kin lesz. Igaz, Zoli? Na, csak ezt nekem kell letölteni, nem? Csoda szép csapat. Köszi szépen. Na mi van, hercegnőm? Gyere! Gyere, Lulu! Gyere! Gyere, életkém! Gyere, Tittikém, gyere! Titti, gyere, mert ott hátul jön a hiéna. Júj, már szallad, mert már fosik tőle. Így át te is, Titti. Szia, Niki, köszönjük, hogy itt voltál. Gyerekek, kövessétek be az oldalam. Nagyon szépen megköszönöm nektek, ha bekövettek. És kapcsoljátok be azt a kis csengettyűt, és elvileg jelzi, ha live-ozok, akkor jelzi nektek a TikTok a későbbiek során, bár van, aki panaszkodik, hogy nem. De javarészt egyébként nem is látom. Ja, ő a hiéna! Mert olyan, hogy támad. Szia, Ilona! Mi van, hercegnőm? Mi van? Mi van? Mit szeretné? Amikor a tudás és a szakértelem találkozik, ilyen gyönyörű madarapar születik. Jaj, de aranyos vagy, Zali! Köszönöm szépen! Köszönöm a bókokat! Igen, nekem is később jelzett. Na, Titti, gyere vissza! Itt a testőr, hát az. Lulu most jól viselkedik? Igen, de ez mindjárt elmúlik nála. Ez nagyon sajnos, a Luluka az nagyon olyan kiszámíthatatlan és ingadozó a viselkedése. Egyik pillanatban ő a kislány, aki ilyen áldatlan állapotban és ilyen szerénységben éli kis életét. És aztán meg megjön a mocskoska kedve, de nézzétek meg, fenyeget, Tittike már amarra, másik irányba,
mert úgy fél tőle. Tehát a Titi nem szokott boldog lenni, mikor a Lulu kín van, az tény. De most ott lopik egy kicsit, lopikázik az innivalóban, majd mindjárt attól fegyelemre inti. El is ment onnan. Tot, jaj, Titi! Hercegnőm, fejezd be! Fejezd be! És kiszúrta, nézzétek, kiszúrta, kiszúrta. Sunyisba megy, sunyisba. Jó. Sunyisba nyomja mindjárt, figyeljétek. Tehát erről beszélek, gyerekek, hogy ő az ilyen kis cukkerbébi, már mind a Luluka. Ő senkinek nem árt, csak annak, akinek teheti. Nagyon rafinált, Ilona. No. Mocskosság az határtalan neki. Ő már kiszúrta a Titit magának, csak úgy próbál úgy ódalogni egy kis ilyen haránt lépésekkel. A Titint próbálja behálózni. Ugye a kis drágaságom semmire nem gondolott, csak legelészik, mert az ennivaló az minden neki, meg a friss pittypanglevél. Figyeljétek, a raptor most beállt, szemügyre veszi az áldozatát, így jobbra legel, balra legel, próbálja mutatni, hogy ő nem szándék, ő nem rossz indulatból van itt, ahol van. Figyeljétek, ő nem, ő senkit nem bánt, ő most próbál jó viselkedni, mert ugye ki lett engedve a kis valaga, napok óta nem volt kint a Luluka, és ő most jó kislány. Csak az a baj, hogy ez nagyon gyorsan elmúlik nála. Igaz, hercegnőm? Igaz? Jó kislány vagy? Igen, ő egy ártatlan angyalka valóba. Lehet megváltozott, igen. Pár percig. Nem, hát ő ezt azért csinálja, gyerekek, mert ő nem olyan, hogy így rátör az emberre, vagy a másik madárra. Ilyen megfontoltan, de egyébként nem tudom, látjátok-e, lószart nem eszik, semmit. Csak úgy csinál, mintha csipegetne. Ez ilyen elterelő hadművelet. És azt várja azt az időpontot, amikor a támadásba be tud lendülni. Titike meg távolodik a Totótól, pedig ott nem lesz biztonságban, mert Totó messze van. Úgyhogy Titikém, gyere ide! Gyere ide, megpróbálok, megvédelek, gyere ide! Lulu, álljál le! Lulu! Fejezd be! Á, de hogy akkor ez senkivel nem barátkozik, Petra, hát ez olyan mocskos ez a liba, hogy valami borzadály. Eskü nektek. Nem viselkedés zavaros a lelkem. Nem, hanem irigy, mint a kutya. Szép délután, szia, szia. Igen, mennyit nőtt Titike? Igen, már tollasodik, gyerekek, egyre jobban tollasodik. Menj arrébb, zsivány, menj arrébb. Már az egész szárny tetőfedő, így mondom, hogy a szárny tetejének a fedőtollai, azok már most már kezdenek kijönni. Egyre tollasabb neki a háta, aminek nagyon örülök, mert ugye jön a tél, jön a hideg, és az a legfontosabb, hogy ezek a szárnytollak, amik most kezdenek nőni, ezek a tüdőt minél hamarabb takarják el. Mert ugye a madárnak az átka, a betegség legfőbb oka a tüdősség, és nagyon könnyen megfázik a tüdő. Bár elég sűrű egyébként a pejhecskéje még mindig. Lulukám tudja, hogy erős nő, és nem kell neki barát, pasi. Ez így igaz. Igen. Nem tudom, a Luluka meddig viselkedik ilyen jól, de a szemét le se veszi a Tittiről. Azt a pillanat próbálok úgy járni, hogy mindkettőt lássátok. Jó, most talált egy gilisztát. Nyomatja a pitét rendesen. Megfogta a végit, úgy látszik. Látjátok, így fúr Lukat a csőrével. Most pont nem látjátok, mert segít erre mutatja. Lulu, mit találtál? Lulu Bell. Hát ilyenkor ő nem néz fő. Ha megvan a gilisztának a hegye, vagy a vége, akkor ott menekvés nincs. Mert ő inkább ilyet eszik. De hiszed, vagy se, madarak is értelmesek.
Igen, igen, egyébként én is ezt gondolom. Találtál gilisztát? Aha. Így belefúrja a csőrét a talajba. Ráadásul ugye itt fel van ázva ez a rész. És ezt most vette észre az előbb. Ezért nézzétek meg, sáros is a csőre. És a gyökerek alól próbálja kivadászni a giliszta darabkákat. Na, akkor van nagy boldogság, mikor egy ilyen 6 centiset talál, akkor örömében még ezért visítozik is. Van, Lulu, találtál? Nincsen? Na, mi van? Te neked nagyon meg kell dolgozni azért a gilisztájé, bébi. Rányagyítok. Úristen, úgy jár a fejed esküdő, mint a rotációs kapának a izéje. Nézzétek meg, milyen rohadt gyorsan rázza a fejét, és azért, mert rezgést okoz a talajnak a felszínén, és ezáltal ugye a giliszták elindulnak, opa, elindulnak fölfele a fűbe, és ő azt a pillanatot várja. Amikor egy pillanatra megáll, akkor meg fogott egyet. Amikor nem szedik ki a csőrét a földből, nagyon nyomatja a dolgokat. Na, rendben minden? Látom, rendben. Én, ez a boldogságnak a jelképe, amikor így csapkod a szárnyával. Na, van még! Nézzétek meg, milyen lukakat fúrt. Esküszöm nektek, gyerekek, mi valami kis fúrógép. Nézzétek, hogy főfúrta az egész területet. Szia, Opic Barbie. Szia. Te Opic Barbie, te az igazi Opic Barbie vagy, vagy egy ilyen fan oldal vagy? Már szerintem az Opic Barbie-nak több követője van, valószínűnek tartom. Na, nyomasd ezerre, bébi. Hol a giliszta? Hol van a kukac? Ha? Keressél gyorsan. Találtál? Na, hol a giliszta? Ó, titikém, nem jó felem, vagy izé, ja, nem jó fele jössz, bogaram, mert itt van a hiéna is. Lulu, nem! Menj onnan! Nem! Menekülj, titi! Menekülj! Lulu, menj onnan! Eskü, gyerekek! Ó, aj! Meg jött volna ide, tudod, a titike bújni ide hozzám, mert szokott. Totóval nem getymózik, mert nem mer. Lulu, az lesz a sorod, hogy beviszlek a bánatba. Gyere ide ki a napra. Fázok. Hallod, Lulu, be foglak vinni a helyedre, mert bántod a tittit. Gyere ide. Na, ki jön ide hozzám? Ki szeret engem a legjobban? Itt vagytok mind a hároman. Mindannyian féltékenyek vagytok a másikra. Hagylám, ki jön ide engem? Ki szeret meg engem? Toti? Inkább te is eszel. Na, hagyjuk akkor. Nyomjátok már a lájkot, nem érzem, mert az ujjam. Aranyos vagy, Niki, köszi szépen. Nyomjátok ezerre. Igen, ezt megköszönöm, mert akkor bekerülünk For You-ba. És akkor jönnek az emberek, és akkor jönnek az új követőim. Gyere ide, életem. Ide jössz, Toti? Legalább te ne légyél már ilyen. Nézd meg, az még mindig gilisztákat keres. Szegény Luluval van mindig kicseszve. Mi, úgy néz ki, Petra? Mi fájdalom éri ezt a madarat, szerinted? Nagyon szeretlek benneteket. Nagyon szépen köszönjük. Lulu Bell, te ide jössz a gazdihoz? Én nyomom a lájkot, meg a megoszt. Szuperek vagytok, köszönöm szépen, aranyosak vagytok. Buendia, hello, hello. Megyetek, szétnyitom az állványomnak a talpát, gyerekek. Bocsánat, hogy rángatom a telefont. Lerakom egy kicsit. Így. Életem, Toti, gyere ide a gazdihoz, gyere ide. Gyere már ide, nézzétek a Totót. Csodaszép voltál? Csodaszép. Ide jössz hozzám? Gyere ide. Itt
van a terrorelhárításnak a vezetője, ügyvezető igazgató asszonya. Igaz, önmagadban vagy terrorelhárító? Igen, egyébként már csak az, hogy nőstény az a sanyarú sors. Hát igen, a lányoknak mindig nehezebb. Hercegnőm, ide jössz? Nem, keresed a gilisztákat. Gyere már ide! Hallod? Mocskoska? Így se ért. Toti, gyere ide, te legalább ne okozzál nekem bébi csalódást. Gyere ide, drágám. Jaj, lerakom ugye. Toti, gyere már ide. Gyere ide, baby doll. Jaj, szarlak rád most. Egyébként igen, senki nem akar. Jó van, majd mindjárt nyasgem mindenkinek, menjetek be a bánatba. Egyébként nem, addig így van, egyébként nekik ez az első, hogy jól lakjanak. És amikor jól laktak, utána majd bújnak ám ide, mert tennap is úgy volt, hogy jól laktak, és akkor utána meg az egyik a jobb oldalomon aludt, utána a bal oldalon. Hercegnőm, te neked különösen hálásnak kéne lenned, hogy kiengedtelek, nem tudom, tudod-e? Mert a héten te még nem voltál kint itt a legelőn. Na, megy lopni vizet. Nem, Totó már fenyítés alá rakta. Ó, Istenem, olyan gyogyók. Mondjuk a Luluka nem szeret hazajönni. Az a gyerekek egyszer hazavittem, depresszióba esett. Mondtam soha többet. Totó. Életkém. Pont érdekli Lulut, amit mondasz. Ja. Szia, Laci. Szia. Gyere már ide! Hát nem idefele jönnek, hanem... Jajaj! Ott balhé van! Gyere, Titti! Futtába ivott. Gyere már ide! Gyere ide! Valaki jöjjön ide! Valaki! 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 Lulubel! Ide jössz, életkém! Nézzétek, mindjárt mutatom. Itt van mellettem. Azért, mert a Titti elindult erre, gyerekek, gyors belőzte, és a másik oldalról inkább ide jött ő, hogy nehogy a Titti ide jöjjön. Leszár mindent és mindenkit. Lulu, biztos, hogy téged véd. Egyébként igen. Csak így, hogy a Lulu itt van, így a Titti nem is jön ide. Egyébként ő magától is szokott ide bújni mellém, és így legelít mellettem. És most mi jutott eszébe ennek a mocskosnak, nem tudom. Igen, gyerekek, nagy betűvel írjatok, hogy jobban lássam, mert kín vagyok a napom. Egyébként nem is nagyon látom, hogy mit mutatok. De milyen szép. Igen, egyébként az. Sziasztok! Nekünk mennünk kell. Oké. Köszi, hogy itt voltatok. Na gyere ide, Totó, most már. Ha tele van a hasad, akkor gyere ide. Szia, Krisztián. Sziasztok. Toti. Gyere már ide, drágám. Gyere ide. Most direkt buhogtatom a... Ide jöttök? Bambák! De zsivány, az kell ilyen. Van eladó. Van belőlük. Testvérei vannak még, vagy nem testvérei, de annyi, hogy ugye Lulukának egy évvel öregebb, mint a mostani testvérei. Tehát az idén is születtek ilyen madarak, mint a Lulu. Az a Lulukának a tesói, csak ugye egy év kor különbség van köztük. Gyere ide, hercegnőm! Gyere ide! Gyere ide! Komolyan. Igen, van.
párba is tudok adni, meg azt hiszem, hogy külön van ilyen fékegyelmű is, mint a Lulu. Csak nem tudom, hogy az lehet, hogy ő is tudna ilyen szelíd lenni, nyilván nem tudom. Lehet, hogy tudna, mert ugye ő is egyke, de azok nem Lulu, az biztos. Ez mindegyik Petruskám egy egyéniség. Nézd meg ezt a tekintetét. Valaki jön, látom a szárnyain. Tató szárnyain. Ja, egy néni meg a lánya. Na, mit láttok? Gúnáron gondolkodtam. Gúnáron. Ja, hogy párba? Aha. Ja. Luluka. Gyere már ide. Valaki jöjjön ide. Ki szeret engem? Ki szeret engem? Na, ki szeret engem? Hát az őnek. Ja, hát szia! Jó laktál, bogaram. Eszedbe jutott a gazdi? Ha? Titike feszegeti a szárnyait. Totókám, eszedbe jutottam? Drágám, ha? Titike, gyorsan lop egy kicsit az innivalóból, nincs ott senki. Jaj, de szépek voltak amúgy. Jó annak. Jók ezek házőrzőnek egyébként, alapból ilyen genyókám. És annyira szép totó, amikor így emeli a szárnyát. Igen, igen. Jó nagyot nőtt a kicsi. Igen. Gyönyörű totó. Ja, nagyon. Gyere már ide, zsivánka. Bezzeg, mikor benn vagytok a volierbe. Egyikőtök jobban tud könyörögni, mint a másik. Na jó. Ezt nem fogom elfelejteni, higgyétek el nekem. Ő is olyan szelíd, mint a Totó. Igen, egyébként, már mind a Titike, igen. Csak azért nem jön ide, mert megmutatom miért. Mert a hattápos alezredes itt áll mellettem a valagamba, és ha meglátná, hogy a Titi jön, akkor támadásnak indul. Ez így áll, gyerekek, mintha lebetonozták volna. Igaz, Lulubel? Menj arrébb! Azt hiszik, hogy izé kitömött kacsa vagy. Az a alezredes asszony. Kis gané. És ugye a Titike meg nem mer ide jönni. Védelmező az. Egyébként. Jelezés véd a portát. Igen, 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 egyébként. Szépítkezik neked, Gábor. Ja, lehetséges. Totó! Gyere már ide! Nem vagy még? És ott van a hátam mögött a Titike takarásba. Gyere ide, picurkám! Titi! Annyira félett a majom tolt mellettem. Lulu, kurcolkodj arra. Menj el arra, Lulu. Menj el arra hátrafele, nézelődni. Nézd meg, vannak-e arra rókák. Elmész? Menj már innen. Menj innen. Hogy megijedt. Jaj, Istenem. Nem portát véd, hanem a Gábort. Ja, tollászkodik már Tittó. Igen, 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 igen. Ő is itt sztereóban, majd mindjárt csalok egy kicsit a kamera állványomba. Így jobban látjátok. Csak nem mer szegénykém ide jönni. Mert a gyogyóka itt áll mellettem, és gyerekek, arrébb nem menne. És azért nem megy arrébb a gyogyóskám, hogy nehogy a Titi ide tudjon jönni. Nagy francán, nem hiszitek-e, itt áll mellettem. Nem vesz komolyan, Lulu. Szarik el, mert menj már innen! Menj innen, Lulu! Menj onnan! Menj arra hátra a bánatba! Nézzétek, 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 erről beszélek! Mindjárt fejbe dobom a cipőmmel. Menj innen! Hurcolkodj! Mindjárt elviszi a cipőmet is. Titike, marad veletek? Igen, igen, igen. Kap külön tavat majd, ha nagy lesz. Nem, nem adom oda senkinek. Ezt már mondtam neki is, hogy
ő is az udvarom szépe lesz. Annyi, hogy elviszem innen a madárparkból végleg haza, és őt nem fogom így hordozgatni. Tehát ő másképp lesz. Menj már innen! Lulu! Direkt szivat, komolyan gyerekek, na most talán. Menj innen! Jaj, de jó, nem hiszem el. Lábszaktól csak elment. Nem büdi a lábam. Titi, gyere ide! Na, de nem ment el messzire a mocskos, azért, mert ha futni kell, akkor ide ér. Akkor ide jön. Toti, gyere már ide a gazdihoz. Már nem vagy a barátom. Mi? Szia, Tomikám, szia. Ha? Toto. Szép napot neked is, neked is. Nem dolgozol? Toti, gyere már ide a gazdihoz. Eskü gyerekek, nekem kell oda mennem. Várjatok, főhúzom a cipőmet, mert megdobtam a Lulut vele, csak nem találtam el. Na, délután. Ja, na. Az jó. Vagyis annyira nem, bocsánat. Várjátok, megfordítom a kamerát, hogy engem lássatok. Szia, drágám! Toti, olyan jó, hogy itt vagy velem kint. Igen, igaz? Hát ki szereti a gazdit? Na, én mindig dolgozok. Mindig csak meló, meló, meló. Tollászkodsz. Ja, Istenem, nem tudtam, ki hiányzik. Menj innen! Lulu! A semmiből. Menj onnan! Nem támadod, ugye? Mert Titike meg ott üdögél. Látjátok, ott iszik, kortyolgat, ez meg itt van. Hova mész, életem? Totóka, megyek én is? Hova megyünk, ha? Nem megyünk haza. Titike is elindul. Ugye ő nagyon figyel a Totóra. Tehát a Totónak minden egyes óha. És ez vagy sár a kezemen, vagy szar. Gyerekek, valamiben beleültem. Majd megnő, Titi, azt rendbe teszi Lulut. Az biztos, az biztos. Na, elrepülünk arra? Totó, repülsz? Na? Megmutatod, hogy kell repülni? Te mit csinálsz itt? Vakarék. Szokás szerint. A szar szerencséd lesz. Ja, hazafele majd veszek lottót. Na, életkém. Ki szereti a gazdit? Ki szereti a gazdit? Ki szereti a gazdit? Pottyantanak ők is. Igen. Ez így van. Titike meg ott legelészik. Na, megmutatott Totó, hogy kell repülni? Nyomjátok a lájkot, gyerekek, ezerrel, igen. Megosztásokat. Mi van, Lulu? Most nem fogom ám tudni nektek mutatni, hogyha a Totó repül, akkor ugye, hogy repül a Titike. Vagyis hát próbál repülni, de még nem tud, mert még nincs szájtolla. A gyogyós az is repül, mint repülni szokott ilyenkor utánunk. Szia! Mi van? Hát mi van, szépségem? Mi jutott eszedbe, hogy ilyen hangokat adsz ki, ha? Mi? Megszereted a gazdit? Megszereted a gazdit? Ha? Szereted a gazdit? Egy szia! Hát mi a baj? Tollászkodsz, dolgozó? Titi, nem jössz ide? Nem, mindenki a maga kis izéjét csinálja, pecsenyét sütegeti. A gyogyóska az már megint fúrja a fődet. Várjatok, mindjárt mutatok. Elmész? Repülünk? Repülsz? Na, megmutatod itt a nézőknek?
Ez amúgy annyira különleges, hogy így tudnak kötődni. Igen, egyébként. Te hova mész? Gyógyinka. Rosszabb, mint a mennyasszony, nagyon szép akar lenni neked. Igen, igen, igen. Hát tudod, Zoli, aki jó kell kinézni, aki nekem tetszen, hogy tudja, Lulu, róla volt szó. Igen. Na, Toti, repülj arra. Mutasd meg itt a nézőknek, hogy szoktál, vagy most nincs kedved? Hm? Mert Gyogyóska is szokott utánunk jönni. Toti, már tényleg nagyon jó nézel ki. Már most már mindenütt le vagy. Várj, itt még nem jó áll ez az egy száj tollad. Várj, eligazítom. Jó, mehetsz. Júj, na. Mi van? Mi van? Már megsimogattam? Hadd simogassam már. Miért nem simogathatom meg? Magas a léc, igen. Lulu, mi a bajod vele, hogy megsimogattál? Menj a bánatba. Gyerekek, lejött leugatni, hogy ne simogassam a Totót. Nézd csak, figyeljétek. Totókám, gyere. Gyere, megsimizlek. Figyeljétek, hogy... Szia, hát szervusz. Hát ki szereti a gazdit? Milyen ideges. Figyeljétek. Figyelj, lebasz. Mi van? Mi a bajod? Nagyon híri. Gyere ide, te mocsok. Gyere ide, téged is megsimizlek. Gyere. Jó így. Jobban vagy. Jobban vagy. Mi? Jobb így. Mi? Kis kurva. Jó így neked? Örülsz? Ú, a Totó, mintha mérges lenne most, meg ő. Elegem van belőletek. Leszívjátok az egész életemet, meg az energiámat. Jó így, összeroppantom. Összeroppantom a Lulut. Összeroppantom, jó így? Jó Isten. Nagyon. Jó így? Jó van, jól van. Várj, meghúzom a hajadat. Ti 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 ti. Húzom a hajadat! Na mennyi, spuri! Na mi van? Arrébb mész? Nem, még simogassalak? Jó van akkor. Jó volt így? Jó van, neki volt haja, gyerekek, nekem nincs annyi. Na jobban vagy így? Ugye megrázza magát, szárnycsapások. Gondoltam. Boldog vagy? Na vakarozzál te is. Jön vissza még egy szeretgetésért. Gyönyörű, hát... Mi van? Ha nincs lelkük, ugye hogy van? Igen. Na gyere, Lulu, gyere, repülj, gyerünk. Gyere! Jaj, majdnem elesek. Gyere! Nem tudom, mit láttok, mert szerintem semmit. Gyere, 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 gyere! Gyere, hercegnőm! Gyere már ide! Gyere, most ott hagytuk a két hattyút. Gyere, gyere, gyere! Ide jössz? Akkor most meg tudlak szeretgetni, úgyhogy nincsenek itt. Nem jössz ide? Nem, hát a kurva szádat csak akkor szeretgesselek, mikor ott vannak, igaz? Mikor látják. Hát nem is hiszem, hogy nem direkt csinálja. Most nem, na nézzétek, elmegy, most nem akarja. Napi kardió, az. Most nem akarja, hogy megsimogassam. És azért, mert nincsenek itt a hattyúk, tehát nincs akinek itt feszeleg ilyen. Luste repülni. Mert figyeljétek, mindjárt Totó repül. Gyere! Gyere, elmenjünk a Totót, megreptetjük, gyere! Gyere, gyere, gyere! Szia életem! Mutasd már meg a nézőknek, hogy kell repülni a csodálatos angyal szárnyaiddal. Repülj! Repülj, Totó! Repülj! Repülj! És itt repül a másik! Jaj, Istenem, hogy repül! És itt a Gyogyóska is repül! Te hova szaladsz? Neked is repülnöd kéne, picurka! Menj utánuk! Menj utánuk!
Menjél már! Nézd, a Titti már hamarabb odaér, mint te. Jézuskám! Neked csak a pampulád jár, nem a szád, vagy nem a szárnyad, basszus. Ügyes voltál, totyeszom. Ügyes voltál. Nagyon jó nyomtad. Visszafele egy repülés. Gyerekek, kövessétek be az oldalamat. Na jó, hova kerültem? Hova kerültél, Petra? Mondd ki. Visszarepülünk? Jaj, dehogy repülünk vissza. Hát milyen kaja? Dőzsi habzsi, kövér növény, azt a kurva. Hát látom, hogy miért repültetek ti ide. Kis bici. Az egyébként, csak én ilyet nem mondhatok. De egyébként valóban. Úgy van, tényleg mocskos vagy. Nézd, Titikém, nézd, mit találtam neked. Hát nézd, mit talált neked a gazdi. Nézd, olyan kövérek, mint te vagy. Lulu, menj innen a picsába. Menj innen. Menj innen. Na, nézd, Titike. Ne fenyegesd. Hurcokodj. Menj innen a picsába. Tehát tényleg már a genyóságnak a határa. Gyerekek, nyújtom neki a kaját, nézzétek. Fejezd be. Menj innen, mert... Gyere ide. Gyere ide. Na, most a kamera. Most meg fogom mutatni nektek. Hogy tekerem, mindjárt letilt a Facebook, vagy a Facebook. Most nyaktekerés. Látni? Jó. Mert mocskos vagy! Mert mocskos vagy! Mert mocskos vagy! Mocskos! Menj innen! Menj innen! Mindjárt szétcsapja a szárnyat idegségébe. Hurcokodj! Hogy meg van sértődve. Akkor szokott így megsértődni, mikor apró lépésekkel elódalog. Menj innen! Menj innen! Tűnés innen! Gyorsan! Hogy nem sül le a képedről a toll. Na gyere, életkém! Nézd, mit hozok neked! Dugó neked hátul! Nézd, mit találtam neked! Figyeljétek, jövök a Tittihez, figyeljétek. Menj innen! Tényleg extra szemét vagy. Nézd, kicikém, mit hoztam neked? Hát olyan, mint te vagy. Kövér. Júj, de finom. Hát mit hozott? Ez is finom ám. Ebbe van a vitamin. Gyorsan edd meg a virágostól. Ezt a Totó nagyon szereti. Totó, nézd csak. Toti. Totó! Nézd csak, ott van-e! Citromsárga virág! Lulu nagyon féltékeny, Lulu nagyon nagy forma az. Nézd ide, kicsim, mit találtam neked? Júj, mit ad neked a gazdi? Látod? Ott maradsz! Menj innen! Mi? Mi van? Még visszapampogsz? Menj innen! Menj innen! Menj innen! Tűnés! Figyeljétek! Gyere ide, Titi! Ahogy szépen beszélek a Tittivel, az nem tudja elviselni, gyerekek, figyeljétek! Menj innen! Menj innen! Titikém, hát szia! Nézd, mit hoz neked a gazdi! Nézd, mit hoz neked! Nézd, Titikém, mit kapsz a gazditól? Júj, hát a finomságok! Menj innen! Lulu! Hátulról támad a mocsok. De már engem is. Figyeljétek. Nézd, mit ad neked a gazdi. Júj! Menj innen! Takab! Titi, maradj itt. Maradj itt, gyere, bújj a hátam mögé. Menj ma innen a kurva szádat. Menj innen! Lulu nem fogadja el, nem szereti ezt. Menj innen! Tűnés! Hurcokodj! Menj innen! És addig nem jön vissza. Nem mondta, hogy nem élvezett. Figyeljetek, most direkt nem szólok semmit. Hát mit hoz neked a gazdi?
Takarodj innen, na! Eridj innen! Nem azt hiszi. Húzod az agyát, aztán zavarod teljesen ezt. Nézd, mit kapsz tőlem! Hát ki a gazdinak a picikéje? Hát nem a Lulu. Nem a Lulu. A Titike. Bizony, egyik kicsiké, mert olyan szovány vagy. Kövérebb vagy, mint a Totó. Gyerekek, ekkora leveleket benyelni. Nem is tudom mi. Ó. Na gyere ide, Lulukám. Gyere ide. De most még én megy. Hát komolyan. Ide jössz a gazdihoz? Gyere ide. Ide jössz? Gyere már ide, Lulu. Gyere ide, Lulukám. Gyere ide, hercegnőm. Ide jössz? Nem, látjátok? Pedig neki is szépen beszélek. Fejlőd össze. Gyere hát ide! Gyere ide! Figyeljétek! Hát gyere ide gyors a gazdihoz! Meg a... Hát gyere már ide a gazdihoz! Nem, jössz, nem szereted a gazdit? Még el is szalad! Figyeljétek! Nem szereted a gazdit? Ebben tényleg megsértődött. Jó. Titti! Gyere ide hát! Na mit hozok én itt a picikének? Na mit hozok a kicsikének? Mit hozok? Ja Istenem, már mit koptál te tőlem? Nézd csak, milyen finomságot hoztam neked! Kis köcsög! Visszajöttél? Visszajöttél? Mi van? Bocsi, nem neked szóltam. Hát mit kap a gazdító a Tittike? Hát nézd, a jó ilyen kövéreket találtam! Lulu, álljál le! Hát milyen kövéreket találtam? Nézd csak, mit te vagy! Hát mit talált a gazdi neked? Hát mit talált neked a gazdi? Bizony! Életem, hát tudod, hogy téged is szeretlek. Meg a Totókát is szeretem, igaz? Látod, a Totó az ilyen kiegyensúlyozott, nyugodt. Szia, Tibi. Lulubel. De akkor gyere ide. De nem jön ide. Csak akkor, hogyha a Tittivel foglalkozok. Gyere ide. Gyere, hoztam neked is, Titti. Lulu, nézd csak Lulukának mit hoztam. Gyere csak. Nézd, de hoztam neked is. Gyere. Gyere, Lulu. Látjátok? Nem. Figyeljétek most. Hát szia, Titikém! Hát mit szeretné? Mit hozott neked a gazdi? Már fél tőle szegény. Hát mit kapsz a gazdító? Ja Istenem, hát szeret téged a gazdi. Lóg a szádból kaja. Nézd, mit kapsz tőlem. Jaj, Luluka, komolyan mondom. Lulu, jön, igen. Lulut egyszer elszalad, utána hívod. De nem, csak azért akarom, azt akartam mutatni nektek, hogy amikor neki szólok, akkor ilyen olyan hallássérült szegénykém, tudjátok, nem jó neki a fül hallójárata. Szia Petra! De azt meghallja, ha a Tittikével... Na, most ő is eszik. De csak izébe. Hát szia kicikém, hát mi van? Szeret a gazdi téged, igaz? Titikém, Titikém. Nézd csak, mit kapsz. Finom. Hát most a Lulunak nem kell. Egyél gyorsan. Nyomjátok a lájkot, gyerekek, nyomjátok. 1000-rel. Rafinált az egyébként. Most ő így megelégedett azzal, hogy itt van egy másfél méteren belül. Na, mit kap a Tittike? Mit kap a Tittike? Finom? Júj, de finom, júj, de finom. Azért jó, hogy ide a Totó elrepült, igaz? És ezt a bőség zavara, igaz? Hercegnőm, mi újság van? Ide jössz? Lulu, de gyere ide! Gyere, megszeretgetlek téged is. Gyere ide! Nem jössz ide? Ide-oda lesz, ja. Jó, itt Totó, majd mindjárt oda. Cseh szerint egyet a Lulunak. Hová
fér bele ennyi kaja? Hát úgy, Zsuzsi, hogy ahogy eszik a Luluk, vagy a Titike, úgy hátul nem látjátok, de folyamatosan jön is kifele. Tehát így az utánpótlás, ez megvan neki. Finom? Jaj, Istenem! Jaj, mit találtam itt! Hú, itt még kövérebbek! Jujuj! Jujuj! Lulu, állítsd le magad! Titike, te meg védd meg magad, bakker, kétszer akkora vagy! Kétszer akkora vagy már! Súlyra meg háromszó! Eszik szarik, így van. Hát mit találtam itt? Milyen finomságot? Júj, ki ez a finomság? Ajajaj! Hát kinek szedtem ezt a két kövér levelet? Ki mer ide jönni érte? Titti meg van izével, figyeljétek, ott ódalog mellette. Hát kinek szedtem ezt a két kövér levelet? Júj! Hoppá, a hiéna! Mi van? Júj, próbáljál megtámadni, de most már nem meri, mert ugye a Titti sokat nőtt, de még múltnap elbírt vele, csak most meglepődött, hogy a Titti visszaszájat. Hát kinek hoztam ezt a finomságot? Nézd csak ide, ki eszi? Meg ne csíp! Basszus! Csak megcsíp! Jó tetted, Titti, nem hagytad magad! Ügyes voltál. Kapott a picsád neked is. Mi, hercegnőm? Meglepődtél, mi? Hogy visszapampogott neked a Titti? Láttad? Hát nem kell rajta megrökönyödnöd. Mocskos vagy a végtelenségig. Inkább oda megy a Totó háta mögé, ott tudja, hogy biztonságban van. Totó, ne bánsd már te is! Hallod? Szia, Mimi. Lehet, hogy nem jól olvasom a nevedet. Ja, de olyan rosszul látok, gyerekek, süt a nap, és visszaveri a fényt a kijelzőm. Neki is kerülte. Na, jön az őrség. Mindjárt mennem kell lefogni a Totót, mert úgy utálja az őröket. Gyere, hercegnő. Totó, maradj ott. Maradj itt egy picit, mindjárt repülhetsz. Várja. Szia, Vikikém. Szia, drágám. Maradj itt, muszáj ide állnom elé, mert jön az őrség, és megtámadja az őröket. Nézd csak, Toti! Toti, nézd, mit tud a gazdi! Nézd, jó van, látom, te nagyobbakat találtál. Igaz? Nagyon ügyes vagy. Nézd, mit hozott neked a gazdi. Úgy van. Hello! Hol a Lulu? Eltűnt a Lulu. Ja, itt vagy? Ja, miért gondoltam, hogy eltűntél? Igen, nyomjátok gyerekek a lájkokat ezerrel, osszátok a live-omat. És aki még nem követi az oldalamat, az legyen szíves, kövesse be. Elég sűrűn szoktam live-ozni. Most elmúlik ez a 23-a, ez az ünnep. Most a Totót nem bírom hazavinni, mert nagyon sokan bejelentkeztek, még nem is akartam dolgozni 23-án, de be kell jönnöm, mert annyian írtatok, hogy jöttök. Ugye tudjátok, hogy 23-án állami ünnep, ingyen van a belépő a Madárparkba és a kastélyba, meg mindenhol. Szia, Edith! Tehát ez egy ingyenes nap. És olyan sokan írtatok, hogy jöttök a Totóhoz, meg a Luluhoz, meg a Tittihez, hogy most itt lesznek a Totóék 23-áig, és akkor 24-től, meg 25-től, meg most már rendszeresen viszem őket haza, meg azért is, mert már megjöttek a hidegek, és otthon nálunk ugye ők azért a garázsba laknak, sokkal jobb helyük van. Rossz pénz nem visz el, az biztos. Na, esztek? Hercegnőm, te mit nézel? Na, repülsz, Tató? Na, menj egyet még. Hagyjad békén, Lulu. Na, repülj, Totó! Repülj! Na, gyorsan! Hop! Repülj! Jaj, te is mennyi! Életkém, rózsacukrom, te hova szaladsz? Azok a sparhelt lábaiddal.
Hercegnőm, te mi a bánatén nem mész? Nézd, ott repül széttárt szárnyakkal. Hercegnőm, veled mi a bánat lesz itt? Ha? Kicsit olyan öreges szemmész utánuk. Pedig fiatal spiné vagy. Azok a kis kacska lábai. Viki, nem kell már sok idő. Kiegyenesedik neki. Ilyenkor azért, mert dagadt, és keveset van jártatva, megmozgatva, és azért ilyenek neki a lábai. Egyébként. Na, Totó. Meg az a baj, Titti, ahogy eszik, mindjárt csüccsen is le. Ül le. Olyan, mint te. Na. Titti meg van győződve, hogy ő is mekkorát repült. Így van. Na gyertek, Tottóka, menjél be. Maradjatok itt, még a Lulut leviszem. Télt karcsú, nem dagad. Ja, telt karcsú. Igen, Fruzsi. Gyere életem. Hanyagó, hagyjad már békén. Hagyjad. Én is, Rikikém. Hagyjad a Lulut meg a Tottót. Mondjuk a Tottót nem ismeri egyébként. Csak a Tittivel ilyen. Menne a fazékba. Na menjünk befele. Menjél, drágám, befele. Hol a helyed? Hol a Tottó helye? Látjátok, mindig tudja, ha mondom neki, hogy repüljünk, akkor repül, és mikor most mondom neki, hogy ugye jól laktak, meg minden, de egyébként van is nekik vágva a fű. Minden áldott nap kollégák szoktak kajcsit, füvet vágni nekik fűnyíróval, úgyhogy el vannak halmozva, mert ugye ők nagyon sok zöldet esznek, a hattyúk. Na, oda csapatottól Lulu, meglásd azt, akkor nézelődhetsz. Megfog a csőrév, akkor ráfáztál. Menjél, drágám, menjetek be, hol a helyetek? Holnap mi van? Holnap nem. Majd pénteken, úgyis egész nap dolgozok, zárásig. Majd kiengedem őket a nagy tóra, úgyhogy majd gyertek live-ozni egy körül pénteken. Holnap nem jó, nem érek rá, nem vagyok. Mennyi életkém? Látod, a Tittike már tudja, hol a helyetek. Na, mindjárt nyitom életem. Lulu, várjál, nem. Lulu, álljál le. Gyertek, Tottika, menjetek be. Lulu, Tittikét is vidd be. Titti, fordulj meg. Gyere, Pufókkal, menjetek inni. Köszönöm a követéseket. Menj onnan! Te nem mész be! Gyerekek, köszönöm szépen a követést. Lájkoljátok a videóimat. Gyere, hercegnő! Jó, hogy mindig egy körül vagy, mert a gyerkőcök alszanak ilyenkor, és tudom nézni a lájvot. Aranyos vagy, de sokan meg pont azt mondják. De egyébként, Niki, nem sokára az az időszak lesz, amikor este 5 órakor fogok lájvozni, meg 6-kor. És úgy szoktam, hogy 7-ig, 8-ig, és otthonról, a lakásunkból. Óha, a darvak is milyen csodásan röpültek. Hú, de szépek voltatok. Nagyon szépek voltatok. Most játszanak a darvak, ezt megmutatom nektek. Így szoktak játszani. Belelóg a kerítés, mi? Így szoktak játszani, hogy így egymás fölött átrepülnek. Ó, de szép a szárnyad. Na gyere, zsivány, gyere! Megyünk befele most, már elég volt a csamfargásból. Gyere, drágám, gyere! Még azért utoljára fölbasz mindenkit, ahogy itt megyünk befele. Gyere, Lulu, gyere! Vége van a... Na, ki jár? Gyere, Lulu! Gyere! Menjél előttem! Hol a helyed? Menjél előttem, hogy lássam, hogy merre sandalogsz. Nem a lukba mész oda be, hanem föl a lépcsőn. Úgy. A hídon. Jó. Be ne ugorj ide nekem. Gyere!
Gyere, hercegnőm, gyere! Lulu! Csak bemegy oda verekedni megint. Ha megőrülök, komolyan mondom. Aj, be is ugrott. Nagyon jól szórakoztam, örülök neki, ha tetszett. És bement a gyögyós a híd alá. Ott kiabál mindenkinek. Lulu! Lulu! Hol vagy? Az anyád kicáját. Gyere ki onnan! Gyere! Lulu! Bement a híd alá. Lulu, gyere! Gyere! És úgy kell majd kivarázsolnom. Lulu! Gyere! Hagyd nyitva, köszönöm! Lulu, gyere! Beszott, ja. Ki a góri? Ki jön ám? Luluka! Mindjárt! Remélem kijön. Gyere, Lulu! Jujuj, ott a másik! Jajaj! Gyere, hát szervusz! Addig örülj, még a hercegnő nem jön be. Mert ha bejön, akkor neked futás van. Ezt remélem tudod. Mert belecsimpaszkodik a sejhajodba. Lulu, gyere! Gyere! Ki? Gyerekek, kövessétek be az oldalam. Legyünk minél többen. Mindjárt megvárom a hercegnőt. Lulu, gyere! Gyere! Na hát, csodás. Ettől féltem, hogy bemegy a híd alá. Na, hogy mindjárt jön ő. Gyere! Így biztos nem jön ki, hogy ott vannak a látogatók. Szervusz, gyönyörű, mi újság van, itt vagyok. Wow! Jaj, hív Tittit arra, biztos előjön. Ja! Hát szervusz! Hát ki ilyen agresszor? Ki ilyen agresszív? Ki ilyen agresszív? Ha? Hát szervusz! Van esze, van. Gyere, Lulu! Na jön már. Gyere, gyere, gyere! Csak fölbasz mindenkit előtte. Gyere, menjél be! Hol a helyed? Menjél be! Menjél be fele gyorsan! Gyorsan! Na, mondtam én. Na, gyere, Lulu. Jó van, jó van. Gyere, gyere, gyere. Nézd, csak itt van-e. Na, gyorsan mennyi. Csimeg. Csimeg. Gyorsan. Nagyon ügyes vagy. Ja, Istenem, Istenem. Na, most jön a parádé. Igen, igen. Luluka. Csimeg. Hajst. Jó van. Ügyes vagy. Na gyere, drágám, gyere. Na gyerekek, kövessétek be az oldalam. Nagyon szépen megköszönöm nektek, ha bekövetitek. Legyen szép, csodás napotok. Pénteken jelentkezem délután 1 órakor. Totójékat lehozom ide a nagy tóra. Teljesen rosszra tanítod Lulukát, igen, harc indul, persze, hát ilyenkor rendet rak az udvarba, mert ugye nem tudta kiélni magát elől, most akkor jön ez. Gyere ide, Lulu, álljál le most már, jó? Nyugodjál meg. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok, vigyázzatok magatokra, legyen szép napotok, és péntek 1 órakor indul újra a live, úgyhogy szeretettel várlak titeket. 71 000 like lett. Na, az nagyon jó. Na, péntek 1 órakor szeretettel várlak titeket. Sziasztok!